Nos, tehát itt van Duró Dóra, Mi Hazánk alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Lőrinc Doroti, az ATV híradójának riportere, a kérdezőtársunk. Doroti, tiéd az első kérdés. Jó reggelt kívánok, képviselő asszony! Mielőtt belevágnék az első kérdésre, adódik egy politikai bulvár kérdés, mert hogy péntek este jött ki a Telexnek egy nem reprezentatív mérése, de hogy mustrázták a legjobban öltözött képviselőket, és azok közt egy kategóriában ön lett a második Szent Király Alexandra után, és adódik a kérdés, hogy ez számít önnek, mit szól ehhez? Nyilván mindenkinek számít, bármiféle elismerést kap, pláne a Telex olvasói, mondjuk kevésbé Mi Hazánkosok, ha mondhatom ezt. Ilyen közegben különösen jól esik az elismerés, de azért a politikusoknak nyilván nem az az elsődleges feladata, hogy hogyan öltözködnek. Nyilván, de a kommunikáció része is, és a kommunikáció része a Facebook oldal is, és tegnap megnéztem egy hétre visszamenőleg a Facebook aktivitását, mert hogy oktatási témában hívtuk részben, és kíváncsi voltam, hogy mennyit posztolt oktatás témában, és az az érdekes szám jött ki, hogy az elmúlt hét napban háromszor, ebből kétszer ugyanazt a témát, ugye a pedagógus asszisztenseknek a béréről posztolt, miközben a készpénzhasználat jogáról 10-szer, és közben a hírkeresőn is beütöttem a pedagógust, ott meg 131 cikk jött ki egy hét alatt, hogy milyennek az oka, hogy a készpénzhasználat az fontosabb, mint mondjuk a béremelés a pedagógusoknak. Nem feltétlenül állítanám így szembe ezt a két témát, mert mind a kettő nagyon fontos, és a pedagógus béremelések kapcsán azért azt nagyon fontosnak tartottam arra felhívni a figyelmet, hogy például a pedagógiai asszisztensek nem részesülnek ebből a béremelésből. Másrésztről azért ez a tanárbéremelés, ez csak elsőre tűnik olyan nagyon jónak, hogy mindenkinek itt 30%-kal emelkedik, vagy 32%-kal emelkedik a bére, de ha megnézzük a részleteket, akkor már korán sem ennyire fényes a helyzet. Egyrésztről ez az emelés még mindig nem tekinthető véglegesnek, nem mondhatjuk azt, hogy a pedagógusok fizetése rendezve lenne, hiszen egy pályakezdő pedagógusnak, hogyha a nettó bérét megnézzük, az még most is az emelés után nagyjából 350 ezer forint körül lesz, tehát ez még mindig nem mondható egy olyan stabil életkezdéshez szükséges összegnek, amit megérdemelnének mondjuk a tanárok. Másrésztről ugye egymásnak ellentétes nyilatkozatokat adnak ki a kormánynak a szereplői. Ugye Gulyás Gergely azt mondta a kormányinfón, hogy a szakképzés pedagógusai is részesülni fognak ebből a béremelésből, de a rendeletben ez nem jelent meg, és ez az Európai Uniós program, aminek a keretében ez megvalósul, az szintén nem vonatkozik egyébként a szakképzésre, tehát még sötétben tapogatózunk, hogy mi lesz a szakképzésben tanító. A készpénz használatra pedig rátérve valóban nagyon fontosnak tartom, és az emberi szabadság egyik utolsó védőbástyájának tekintem azt, hogy a készpénz használatot ne korlátozzák. Ezzel szemben a kormány, korábban ugye Tálai András államtitkár a parlamentben egy kérdésünkre válaszul, azt mondta, hogy a kormánynak kifejezett célja, hogy visszaszorítsák a készpénzhasználatot, illetve vannak olyan szakpolitikai javaslatok, amelyek 2030-ra akár teljesen ki is vezetnék Magyarországról, és a legutóbbi bejelentés alapján a volán buszokon fog megszűnni a készpénzhasználat. Ezzel nagyon sok probléma van, hiszen látjuk azt, főleg, hogyha a kínai diktatúrát nézzük, de most már az Egyesült Államokban is látunk arra példát, hogy a nagyon okos eszközök használata az milyen veszélyeket rejt magában. Például egy férfit egy cég kizárt a saját házából, mert neki nem tetsző nyilatkozatot tett ez a férfi, és ezután nem tudott bejutni a saját házába, azért, mert olyan rendszerrel működött a zár is, ami ezt ellehetetlenítette számára. Másrészt az ezért könnyű belátni, hogy egy totális kontrollt valósíthat meg az, hogyha a készpénzt teljesen számozzuk a magyar... Kontroll lesz, vagy átláthatóság? Kontroll lesz, vagy átláthatóság? Tehát, hogy ki hogy fogalmazza meg, és hogyan értelmezi, ugye értelemszerűen. Így van, általában ezzel szoktak érvelni, hogy egyszerűbb ennek a használata, kényelmesebb, hogyha csak telefonnal kell fizetnünk, ugyanakkor nyomon követhető lesz minden egyes állampolgárnak, minden egyes vásárlása, tehát ez azért olyan veszélyeket rejt magában, ami ellen a Mi Hazánk a leghatározottabban tiltakozik. Tehát láttuk azt, hogy az állam is hányszor visszaélt akár a hatalmat,
forgalmából, gondolok itt a Pegazus botrányra, de ezek az óriás digitális cégek is hajlamosak arra, hogy finoman fogalmazzunk, hogy visszaélnek az erőfölényükkel. Tehát, hogyha az emberi szabadságot meg szeretnénk védeni, akkor ennek az egyik legfontosabb bástyája a készpénz használat. Képviselő azt, hogy egy másik témát engedjen meg. Donát Anna, a Momentum jövendőbeli jelenlegi elnöke, ezt most nem egészen tudom pontosan, hogy éppen hol tart az ő ügyük. Szóval elég kemény szavakkal illetett Orozkai László legutóbbi autós közlekedését, amely indiai vendégmunkások üldözését jelentette. Legalábbis van egy ilyen értelmezése ennek a történetnek. Igazából mit csinált Orozkai László? Egy óriási leleplezést hajtott végre, úgy gondolom, és rávilágított ismételten arra, hogy a kormány mást csinál, mint amit mond. Egyrésztről nagyon hangzatos a kormány részéről, hogy megvédik Magyarországot a bevándorlástól, másrésztről pedig 1000 vagy 10 000 számra hozzák be Magyarországra a vendégmunkásokat. És az egy szimbolikus ügy, hogy az úgynevezett Nagy Magyarország Parkban is indiai vendégmunkásokat szállásolnak el, akik, és egyébként ebben a videóban a legfontosabb, túl ennek az egy konkrét ügynek a szimbolikáján az, hogy leleplezik azt a kormányzati hazugságot, ami arról szól, hogy itt milyen szigorú idegenrendészeti szabályok lennének érvényben, ugyanis a videóban elmondja az egyik vendégmunkás, hogy igen, egyszer 2 évre kapnak csak munkavállalási engedélyt, de ezután, hogyha 2 hónapra hazamennek, utána ezt újból megkapják, tehát gyakorlatilag végtelenítve Magyarországon tudnak dolgozni. Ő maga is, aki megszólal ebben a videóban, elmondja, hogy 8-9 éve Magyarországon dolgozik. Ebben ez a leleplezés egyébként, ugye? Tehát egyrészt Orbán Viktor személyesen is azt mondta, hogy ha lejár ez a 2 éves munkavállalási engedély, akkor haza küldenek mindenkit, és azt a látszatot keltette, mintha itt nem telepedhetnének le hosszú távon életvitelszerűen ázsiai kultúrákból érkező vendégmunkások. Ez nem igaz, tehát erre konkrét bizonyíték ez a videó, hogy a miniszterelnök nem mondott igazat, mert csak 2 hónapra mennek haza, aztán újból idejönnek, és az a férfi el is mondta, hogy nem szándékoznak hazamenni, életvitelszerűen hosszú távra is Magyarországon tervezik az életüket élni. Az, hogy Magyarországon vendégmunkások vannak, az önmagában baj? Az önök véleménye szerint? Hát igen. Röviden szólva, azért, hogy oldanák meg vendégmunkások nélkül? A törökök is így indultak Németországban, hogy bementek vendégmunkásnak, aztán most már látjuk, hogy milyen társadalmi feszültségek és helyzetek alakulnak. Csak hogy nincs Magyarországon munkaerő? Hogy oldaná meg? Ez probléma valóban, de egyrészt olyan környezetszennyező látványberuházásokra Magyarországnak nincsen szüksége, amelyeket idehoz a kormány, amiben ráadásul vendégmunkásokat fognak foglalkoztatni. Tehát akkor nem kellene idehozni ezeket a beruházásokat, hogyha ezzel olyan munkahelyeket hoznak létre. Akkor legyen a magyar gazdaság, amit az itt élő magyar emberek el tudnak látni, és ne több, ne más. Sajnos hosszú távon valószínűleg ez nem lesz kivitelezhető, de az a mérték, ahogyan ezt a Fidesz most csinálja, az nyilvánvalóan túlmegy azon a határon, mint amire Magyarországnak szüksége lenne. Hát kérdezem meg, hogy miért a vendégmunkásokat üldözik és okoznak velük szemben egy nagyon erőteljes társadalmi feszültséget, akkor miért nem a kormányt üldözik azzal, hogy esetleg másképp kéne kommunikálni? Nem csak kommunikálni kéne másképp a kormánynak, hanem másképpen kellene cselekednie. Egyrészt vannak Magyarországon munkanélküliek, akiket elsődlegesen kellene a munkavilágába vissza vagy bevezetni. Erre ez kellene legyen az elsődleges prioritása a kormánynak. Amíg van Magyarországon munkaképes korú munkára alkalmas ember, akkor elsődlegesen őket kellene segíteni abban, hogy munkát vállaljanak, és nem vendégmunkásokat behozni. De nem mi keltjük ezt a feszültséget, hanem azok az emberek élik meg feszültségként, akik ezekben a városokban élnek. Tehát ez nem egy politika által gerjesztett probléma, hanem egy valós probléma, hiszen látjuk, hogy Nyugat-Európával mi történt a bevándorlás következtében, látjuk azt, hogy milyen óriási feszültség alakult ki, és másrésztről pedig az egész világnak az uniformizálása zajlik ezáltal, tehát a magyar kultúra, a magyar identitás kerül veszélybe azzal, hogyha ide idegen országból érkező tömegek jönnek be. Németországot tudom ismételten példaként felhozni, egész más volt Németország 30-40 évvel ezelőtt, mielőtt ez a török bevándorlás megindult volna, más volt a kultúra, más volt a politika.
politika, és mi nem szeretnénk azt, hogy Magyarország ebbe az irányba forduljon. De itt a vendégmunkásoknak elsődlegesen a nemzeti származásával van a baj, tehát hogyha nem tudom, Szlovákiából hozhatnának vendégmunkásokat, vagy teszem azt Ukrajnából, akkor nem lenne gond? De az is probléma lenne, mert ennek gazdasági vetülete is van, és erről nagyon fontos szót ejteni. Ezek az emberek ugyanis sokkal alacsonyabb bérekért hajlandók dolgozni, mint ami egy magyar bérszínvonalt, vagy a magyar életszínvonalhoz passzolna, és sokkal alacsonyabbak az igényeik a munkakörülményekre vonatkozóan is. Tehát ez garantálja önmagában azt is, hogy a magyar bérek alacsonyan fognak maradni, a bér alkupozíciója egy magyar munkavállalónak jelentősen romlik azért, mert vannak elnézést, hogy közbeszólok. Pénteken az Egyenes Beszédben volt egy szakértője a témának a vendégünk, aki maga is egyébként a Távol-Keletről a cégén keresztül hoz be munkásokat, és azt mondja, hogy Magyarországban nem is versenyképes a fizetésekkel, a minimálbérrel sem, és Nyugat-Európában mennek inkább a vendégmunkások, alig találnak Magyarországra érkezőket, mert hogy nemhogy kevesebb az ő bérük, mint a magyaré, többért sem jönnek ide, mert Nyugat-Európában többet kapnak. Nyilván, aki el tud menni Nyugat-Európába, ezek miért közül a vendégmunkások választhatnak? De hát nyilván azoknál a körülményeknél, amiket Ázsiában tapasztalnak, annál sokkal jobbak még a magyar körülmények is, és látjuk, hogy jönnek ide vendégmunkások. De hogyha Németországban jobbak a bérek mondjuk, vagy még távolabb, akkor oda fognak menni. Így alapvetően igen, tehát Magyarországot védik ebből a szempontból az alacsony bérek, de hát látjuk, hogy ennek ellenére egyre több vendégmunkás érkezik Magyarországra is, és már olyan példákat is látunk, hogy azokat a magyar munkavállalókat, akik betanítják ezeket a vendégmunkásokat, őket aztán kirúgják, és az ő munkájukat vendégmunkások végzik el olcsóbban, és ők pedig az utcán találják magukat. Ez a tendencia is rendkívül veszélyes és káros a magyar munkaerőpiacra. Amikor a munkaadók azt mondják, hogy viszont itt vannak azok az emberek, akik hajlandóak szeretnének dolgozni, és egyébként jól dolgoznak és elégedettek velük, akik viszont a gazdaság egyik motorját vagy kerekét adják. Hát nyilván elégedettek, hiszen kevesebb bért kell kifizetni. Ők nem csak a bérről szól ilyenkor, hát nekik termelniük kell. Azért egy szolgáltatás, hogy terméket el kell tudniuk adni, elő kell tudniuk állítani előtte. Hát így van, termelnek, csak a munkaadónak olcsóbb ilyen vendégmunkásokat foglalkoztatni, mint hogyha tisztességesen megfizetné a magyar munkavállalókat. De ez a kizsákmányolás. A szakértő erre is azt mondta, hogy ez nem így van, mert hogy nekik kell a szállást biztosítani, az ellátást biztosítani, az idehozatalukat finanszírozzák. Tehát az ő véleménye szerint a munkáltató igenis investál abból, hogy itt legyenek a vendégmunkások. Én ezt nem tudom, én csak a szakértőt idézem péntekről, tehát azóta sok minden nem változhatott. Összességében biztos, hogy nem ráfizetéses, most nem mondjuk nyilván már ezt, hogy nem ráfizetéses vendégmunkásokat foglalkoztatni egy cégnek, tehát nyilvánvalóan ők gazdaságilag kiszámolták, hogy nekik ez megéri, és szerintem én sem mondtam ilyet. Jó, de lejjebb viszik a magyar béreknek a színvonalát, ezáltal nehéz helyzetbe hozzák a magyar munkavállalókat, és ez egy káros gazdasági folyamat, mert tisztességes bérekre lenne szükség. És akkor itt a hosszú távú jövőkép kapcsán a demográfia helyzetét is be kell hozni, mert valóban az a helyzet, ami most kialakult munkaerőhiány, vagy ha csak ránézünk a korfára Magyarországon, vagy a születések számát megnézzük, akkor látjuk, hogy óriási probléma van, és e tekintetben nem szeretném elvitatni a kormánynak az erőfeszítéseit, de látjuk azt, hogy ez kevés ahhoz, hogy egy demográfiai fordulatot valójában végre tudjunk hajtani, és ez is összefügg egyébként például a munkavállalással, vagy azzal, hogy a családok megélhetését hogyan tudják biztosítani, mert például a rugalmas munkaidő Magyarországon rendkívül kismértékben terjedt csak el, ami éppen mondjuk a kisgyermekes anyák foglalkoztatását segíteni. És ön szerint, hogyha mondjuk jobb munkabéreket kapnának a fiatalok az építői parban, vagy futárként, akkor ezt akarnák csinálni a magyar fiatalok? Vagy bárki a társadalom azon részéből, aki jelenleg nem itthon dolgozik, mondjuk, hanem külföldre ment, vagy vágyik? Hát alapvetően ez megint más kérdés. Biztosan lehetne találni olyanokat is, hogyha megfelelő munkakörülmények és megfelelő fizetések vannak, akkor a futármunkát is én úgy gondolom, hogy elvégzik magyar fiatalok is akár. Tehát nem gondolom azt, hogy feltétlenül nem tudnánk megoldani saját erőforrásokból mindezt. Akik külföldre mentek, őket viszont sokkal nehezebb
nehezebb nyilván hazacsábítani, mert főleg akkor, ha már gyökeret vertek, vagy családot alapítottak, erre is létrehozott még egy programot a kormány évekkel, majd azt hiszem 10 évvel ezelőtt a Gyere Haza Fiatal programot, amit aztán teljes káoszba fulladt, teljes csőd lett, tehát nincsen erre semmilyen stratégiája a kormánynak, pedig 100 000-ek vannak nyugaton magyar munkavállalóként, akiknek a hazahozatalával például még a következő időszakban a vendégmunkások kérdését is ki lehetne váltani akár. Itt a demográfia kapcsán csak megütötte a fülemet, mert hogy egy kampányt indítottak, és bennem felmerült a kérdés, ugye itt a legférfiasabb dolog az apaság, és ilyen óriás plakátok is vannak, és eszembe jutott, hogy igen, az egy dolog, hogy a legférfiasabb dolog, de miért a férfiak lettek megszólítva, hol vannak a nők, mert azért ott is komoly dilemma a családalapítás, pont azért, mert két keresetre van szükség a családban. Akkor ennyit most spoilerezek, ugye Novák Előd egy évi képviselői jövedelmét ajánlotta fel erre a társadalmi célú kampányra. Februárban következnek a hölgyek is, akiket megcélzünk. Természetesen nem gondoltuk azt, hogy kizárólag a férfiakra lenne szükség, de a férfiak felelősségvállalását is hangsúlyozni kell akkor, amikor családalapításról beszélünk, mert sajnos nagyon sok mozaik család vagy egyszülős család van a magyar társadalomban, és az egyszülős családoknál például a döntő többsége a nő, aki egyedül marad sokszor a gyermekével, és ez a felelősség ilyenkor rájuk hárul. Nyilván vannak kivételek, vannak olyan férfiak is, akik egyedül nevelnek gyermeket, de a döntő többsége az nő az egyszülős családoknak, ezért kezdtük a férfiak felelősségével, de a további részekben. Jönnek a nők is, így van, őket is szeretnénk megcélozni, illetve egy anya otthon létrehozásában is szerepet vállalunk anyagi felajánlásokkal is, hogy azokat is segítsük, akik a legnehezebb helyzetben vannak, ha esetleg kilátástalannak is gondolják átmenetileg a helyzetüket, lássák azt, hogy van hova menni, és van, aki segítsen ebben a nehéz helyzetben. Legyen ez a folytatásban. Így van. Majd el kell, hogy köszönjünk. Dúró Dóra, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma reggel, természetesen Lőrinc Dorottinak is a segítséget. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget.